szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Ez egy megismételt előadás. Aki már az előző mit volt, az most annyira meg fogja tanulni, hogy bemegy a kis ujjába az egész. Aki pedig most van itt először, azoknak azt kívánom, hogy hasonló szép élményekben gazdagon térjen majd vissza. A Szicíliáról szeretnék beszélni, bár látható a nyitókép. Itt már is jelzem Szicília szimbólumát, úgy nevezzük, hogy Trinakria, majd erről még külön beszélek. És hát néhány válogatott képet raktunk ide a nyitóképe egymás mellé, amelyek azért jellemzik Szicíliát. Itt Agrigentónak a nagy görög templom maradványa látható, a szép virágok, illetve az étkezés a kulináris élvezetekből, itt pedig a barokknak a egyik fellegvára látható, itt egy gyönyörű kisváros, normandkori dómmal, templommal, itt pedig egy első áldozói jelenetet vettem föl az egyik templom. Hát ezek a nyitó képek, mehetünk tovább. Most nézzük meg akkor a térképet. Mit érdemes megjegyezni Szicíliáról, így kapásból? A legfontosabb ismérvei a következő. Szicília a földközi tenger legnagyobb, 1000 éven keresztül a legfontosabb és a legérzékibb szigete. Ez azt hiszem sok minden elálló időszámításunk előtt, 5. századtól időszámításunk szerint 5. századig volt Szicília a legfontosabb szigete a földközi tengernek. Továbbá nagyon fontos ismér, hogy a kultúrának egy különleges helyisége vagy régiója ez a Szicília, ugyanis itt nem kevesebb, mint 6 kultúra fordult meg. Most történeti sorrendben megnevezem, először is megjelent a föníciai kultúra, utána a görög, majd követte a római, utána a bizánci, utána jöttek a mórok, azután jöttek a normanok, majd végül jöttek a keresztények, és annak is különböző ágazatai. Tehát hihetetlen tárháza a kultúra találkozási pontja, ez a Szicília. Maga a terület, itt látható, ez Magyarország területének körülbelül 1/3, tehát nem egy olyan nagy kiterjedésű dologról van szó. De természetesen, mint sziget, azért jelentős, még egy átlósan is 100 km az így már megvan. És északi irányban pedig itt a legfontosabb, mint nem egész 100 km. Lakosságát tekintve 5 millió. Tehát fele annyi körülbelül Magyarországnak. És még fontos politikailag megjegyezni azt, hogy 1946-tól kapta meg Olaszország önálló tartománya címet, tehát saját parlamentjel képviselői vannak és olyan döntéseket hozhatnak, amelyek csak erre a szigetre vonatkoznak. Tehát ez is egy nagy érdek. Na most itt a térképen megjelöltem piros gombokkal, hogy mely részein jártunk. Általában, amikor én külföldre megyek, akár turisztikai célból, akár tudományos célból, azért mindig szerettek még máshova is elmenni, nem csak egy helyre, mert az ember azért áldoz pénzt, energiát, munkát, időt, úgy célszerű, hogyha sok mindent bele tudunk zsúfolni abba a néhány napba, vagy hétbe, vagy két hétbe. És ugyanígy voltunk Szicíliában is, mint látjuk, azért elég sok piros pontoska van itt. Itt van Catania, itt a repülő, itt van a repülőtere, itt szálltunk le, és aztán mondom sorba az állomásokat, a Siracusa, Noto, Ragusa, Agrigento, az Etna, Piazza Armerina, ez egy ilyen rómakori rezidencia, nem is kúria, azon kívül Palermo, Palermóban is van repülőtér,
Palermo egyébként a szigetnek a politikai központja. Ez a legnagyobb városa, a másik legnagyobb városa Catania, és végül a Siracusa. Azon kívül voltunk itt Palermo mellett Monrealban, egy csodálatos templom és kolostor található itt. Azon kívül Segesta, és itt ezen a csücskön, itt nincs kiírva, Erice, ez a rejtélyes kisváros, képzeljük el, majdnem 800 méter magasan, a hegytetőn van ez az ódon kisváros, nincs neki új épülete, csak régi, több száz éves, 5-600 éves, még régebbi, és úgy is nevezik, hogy a szerelemnek a szigeteivet helysége, kisvárosa. Nos, és utána mentünk tovább Cefaluba. Cefaluba megint lesz majd egy normankori templom. Azon kívül Milazzo, innen szálltunk Compra, és mentünk át két szigetre, a Vulcanóra, és a mellette északra lévő Libari sziget, amit nagyon sokan már ismerünk. Tehát ezeken a helyeken jártunk, és ezek a helyek mind valamiről híresek és nevezetességek, és ebbe szeretném önöket bevezetni majd a két anyag segítségével is. Itt annyit szeretnénk mondani ezzel a képhez, hogy kétféleképpen lehet menni Szicíliába, vagy teljesen maszek alapon, ami azt jelenti, hogy mindent magunk szervezünk. Az utazást, a szállásfoglalást, a programokat, az étkezést, stb. Ez az egyik. Általában én ezt szeretem, mert ez olcsóbb is, meg nem vagyok kitéve a kötött programokhoz, vagy időpontokhoz, hanem mindent én határozom meg, vagy akivel megyünk a család. Tehát jobban szeretem a maszek alapon történő szervezést, de Szicíliától azért féltem. Féltem azért, mert erről még nem volt szó, hogy ez a maffiának is a hazája, és hát azért itt, bár a turistákat nem szokták bántani, bántalmazni, de azért a rablás azért jelentkezik. A másik, ami nagy probléma számomra, hogyha mondjuk kocsival mennénk oda, akár úgy is, hogy ott bérelünk kocsit, olyan szűkek az egyes helyeken a parkírozó helyek, hogy nem, egyszerűen nem lehet parkírozni. Nem fér be az autó. Vagy pedig egy óra hosszáig kell keringeni, amíg végül talál az ember, tehát amit nyer ezzel, azt a vámon elveszik ki az ember. Tehát ebben az esetben végül is úgy döntöttünk, hogy lemondunk a maszek szervezésről, és egy irodán keresztül, egy székesfehérvári irodán keresztül jelentkeztünk erre a Szicília programra. Bátran merem ajánlani ezt a utazási irodát, Fehérvár Travel, ennek az a neve, mert erre specializálta magát, és ugyan repülővel ment ez az út, de már a Catániai repülőtéren már várt bennünket egy külön busz, ez a busz, meg egy magyar idegenvezető. Ez a magyar idegenvezető egyébként már Ferihegyen már csatlakozott is hozzánk, és akkor nekünk semmi gondunk nem volt már, a szállások lefoglalásával, a végkezésekre, a programokkal és a partírozással. Tehát ez kényelmesebb, kicsit drágább, viszont megvannak ezek az előnyei nekik. A néhány zöld növényzetet, ez tulajdonképpen azt a címet is adtam neki ennek a Szicília előadásomnak, hogy a színek, az ízek és a kultúrák tomszódása. Most mind a háromban valóban egy fantasztikus terítéket, gazdagságot látunk, mehetünk tovább. Különböző bokrok, fák, tovább. És akkor már is ugrunk egy nagyot, és meglátogatjuk az első programszerűen is betervezett városkát, ami nagyon érdekes, a neve Noto. Én soha életemben nem hallottam meg ezt a várost. De nagyon is jó volt, hogy ide szervezett az irodaprogramot, ugyanis a Noto az egy olyan kisváros, amelyet a földrengés teljes egészében valamikor 1600-as években lerombolt,
És akkor újjáépítették, de akkor éppen a barokk stílus volt az uralkodó Európában, úgyhogy ez lett ez a Noto városa, Szicília barokk székhelye. Tehát itt minden viszonylag új, tehát 300 éves körüli házak, elrendezések, teret és mind a barokk stílusra jellemző jegyeket foglal el tovább. Itt van neki a főtemplom. Következő. Ha bemegyünk a templomba, következő. Itt egy kicsit, itt lehet jól látni a barokk stílus jegyeit. Szóval ez az igazi barokk. És ennek a Felegvára központja Szicíliában Noto. Most be is megyünk még a templomban, van egy következő kép, ez még a felső gózat, és akkor most megyünk be. Na most szoktam azt mondani, hogy az egyik, illetve majdnem minden utunkon valamilyen kellemes meglepetés mindig ér bennünket. Persze voltak aztán csalódások is, vagy vannak csalódások is, de hát ilyen az élet, hogy egyszer hopp, másról meg hopp. Tehát ezzel meg kell barátkozni. Minden esetre ez egy kellemes emlék lesz, meglepetés lesz, ugyanis mikor bementünk ebbe a Notoi templomba, láttuk ezt a keresztre feszített műalkotást. Ez egy műalkotás, és egy kicsit közelebb mentünk, következő. Tulajdonképpen nem látszik rajta a Jézus, hanem itt van ez a kis ismeret, ezt meg is nagyobbítottuk a következőben, és itt lehet látni, ez egy kortárs olasz szobrász művész alkotása, és a migráció emlékére csinálta ezt, nem is olyan régen, látjuk 2016, és ezek olyan deszkákból vannak, menjünk egyet vissza, ezek olyan deszkákból vannak, amin menekültek a földközi tengeren a migránsok, tehát belevesztek a tengerbe. És akkor megmaradtak ezek a deszkák, és ezeket ő összegyűjtötte, és ebből hozta létre. Hát ez egy fantasztikus politikai aktualitását ad a dolognak. Minden esetre ez az ötlet, ez egy rendkívül eredeti és méltányos. És kellemes meglepetés következő. És megyünk ki, ez már egy másik feszület, ez már az úgynevezett klasszikus feszület, itt megjelenik a Jézus is. Következő. Kinagyítva, hát nem rossz alkotás, itt szoktam azt mondani, nekem van egy olyan kurzusom, hogy a híres templomokat mutatom be. Nem csak Európában, hanem világszerte. És gyűjtöm, direkt gyűjtöm a keresztre feszítés ábrázolatát, művészi ábrázolatát. Ugye nagyon sok ilyen keresztre feszített Jézus festményen és szobor alkotáson van. Hát itt is jól lehet látni, hogy a szobrász művész hogy ki tudta hozni a bordáknak a kiemelkedését a test részeként. No, tehát fantasztikus egyébként, egy szegedi vonatkozást is itt el tudok mondani. Itt nálunk Szegeden, a Domban van egy fantasztikus keresztre feszített Jézus szobor. Ez nem akármilyen szobor, mert egyébként ilyen katolikus templomban vagyunk, akkor mindig ott van a keresztre feszített Jézus, akár festmény, akár szoboralkotásként, tehát ez nem meglepő. De majd menjenek oda be valamelyik nap, ha lesz egy szabad 5 percünk, oldalt van, bal oldalt van fölállítva egy művésznek, egy magyar szobrász művésznek, Fadrusz Jánosnak a keresztre feszített Jézus ábrázolása. És nézzék meg, ott vagyunk egy méterre tőle, jól ki lehet venni, hogy milyen fantasztikus beleérző képességet tudja ábrázolni a meggyötört Jézus arcát. Szóval ezért nem egy szokvány alkotás, hanem ez egy igazi eredeti művészi alkotás. És ezzel mi a Szegedi Dom rendelkezik. Úgyhogy ha jönnek hozzám külföldiek, vagy akár másik városból vendégségbe, akkor mindig beszoktam ide vinni, és megmutatom nekik ezt. Jó? Mehetünk tovább. A másik meglepetés, sétálok ott a templom előtt, ezen a barokk utcán, és ott van egy múzeum. Hát nem lehet kihagyni, menjünk be a múzeumba, és jön a másik meglepetés, hogy a múzeumban épp egy ideiglenes, világhírű művésznek volt a kiállítása.
hatással. Gondolom, hogy azért sokan felismerték a stílusáról, ő nem más, mint Picasso. Most képzeljük, egy kisvárosban vagyunk, a háta mögött, a szicilista háta mögött, kisvárosban egy nagy, egy kis múzeum, és ott van a világhírű Picasso-nak idéglenes, gyűjteményes kiállítása. Néhány képet hozom belőle, ez nagyon jellegzetes, mozgalmas, dinamikus kép, következő. Hát ez jellemzetes a férfi és a nő ábrázolása, ez tipikus Picasso jegy. És akkor, igen, és akkor még egyszer elbúcsúzunk ettől a templomtól, tehát ott van ez a migráció emlékére felállított csónakos desszágból eszkámpált kereszt, és itt szemben vele van ez a múzeum, ahol van a Picasso múzeum. És akkor ezzel is búcsúzunk Noltótól, és megyünk a következő állomásra. Itt már lehet látni, hát ez egy fantasztikus, ez egy másik kisváros, és jól lehet látni, hogy ez a hegyoldalba épült be. Úgy hívják ezt a város, hogy Ragusa, Ragusa. És a Ragusa, nem téveszem össze a másik Adria-tengeri Ragusával, ez egy szicíliai Ragusa, és ez az édes testvére a Noltói barokk kisvárosnak, mert ez is barokk. Csak ennek az a sajátossága, hogy ezt fölépítették a hegyoldalba, és látják, hogy megy föl az út, és föl lehet menni egész ide, mert itt lesz majd a templom. Tehát annyira különleges helyzetben van ez a Ragusa, és nincs messze, egy olyan 10-15 kilométerre van mindössze Noltótól, tehát egy füst alatt meg lehet nézni mind a kettőt. Na itt egy kicsikét telibe kaptam, így jobban lehet látni a felvezető utat, és fönt van kis katedrálisa. Jó? Ez egy kis kápolna, útközben következő. Ez egy másik kis templom. Itt van a kis tér. Megint a parkok, a virágok. Hát ez muszáj volt lefutózni. Ez önmagáért beszél. Jó, következő. És itt van a Szicília szimbóluma. Itt vásároltam meg ezt a kis kegytárnál, és akkor most valamit akkor mondanék erről is, hogy mi ez. Ez az úgynevezett háromlábú medúza fej, ez lett Szicília szimbóluma. Azért lett ez, mert maga a Szicília, talán ha visszaemlékeznek a térképre, nagyjából egy ilyen háromszög alakban terjed el, tehát megvan a háromszög, a három láb, és még szimbolikusan érthető a három láb úgy is, hogy az emberi élet három szakasza, a születés, az megélés és az elhalálozás. Ezeket próbálja kifejezni, és akkor a zászlójukban is ez benne van, ez a címje. Következő. Na most ez a templom fönt, a Ragusában. Igen, következő. És akkor, most már akik többször már hallottak tőle az előadást, azt tudják, hogy nem csak én szerintem, hanem a baritonisták, tehát a kávé szakértők szerint is a világ legfinomabb kávéja az Illy nevű kávé, ami olasz kávé. Na most kinyomoztam korábban azt, hogy ez az Illy, ez egy név. Így hívták a feltalált, hogy Illy Ferenc, és képzeljük el, hogy ez egy magyar származású ember volt, egy temesvári, és valamikor 100 évvel ezelőtt ott hagyta a várost, eladta a lakását, és a családjával együtt elment nyugatra szerencsét próbálni, és mikor Trieste városához érkezett, annyira megtetszett neki, hogy azt mondta, hogy na, itt most leforgonyzok, vásárolt ott egy új házat, és utána egy műhelyt, és kidolgozta, mert feltaláló is volt, kidolgozta ezt a sajátos kávé ízt, meg formát, amit jobb hiány elnevezett a neve után Illynek. És képzeljük el, hogy olyan népszerű vált Trieste városában ez az Illy kávé, hogy állandóan mindenki minden nap ment kávézni, és volt két fia, és amikor ezek főcselekedtek, akkor egyszer csak megüresedett a Trieste város polgármesteri széke, és az ő fiát, az idegen jött, mert embert választották meg polgármesteri. Lesz-e neked magyar karrier történet?
Hát ennyit az illiről, és még annyit, hogy azért nem sok helyen lehet inni illikávét, de mindig elmondom, hogy itt Szegeden, kint a Új-Szegeden, a Novában, ott van az a bevásárló központ, és annak van a magas földszintje, ott vannak a sütemények, és ez a kávé. Na most egyszer, hogyha akarnak finomat enni, és meg akarják tapasztalni, hogy neked bejött a legkedvesebb kávét, csak passzióban ugyan menjenek már el oda, és kérjenek illik kávét. Egy többféle formában lehet, ugye, de én, aminek a legkedvesebb nekem, az a ristretto. A ristretto az ilyen pici, de az igazi eredeti olaszok is mindig ilyen pici, rövid kávét isznak. Nem teljezik fel, meg nem hosszú kávé, stb. Tehát ilyen pici. Tehát úgy kell kérni, hogy a ristrettót, és abba egy kis tejszínhabot kérek, arra pedig egy kis fahéjat. És a maximum egy cukrot kell beletenni, vagy lehet cukor nélkül is, na azt kóstolja. Ez tényleg nem akár. Jó, ennyit az illiről. Egyébként a legutoljára nem a Szicíliáról beszéltem, hanem a Grand Canáriáról. És képzeljék el, hogy ott is találtam egy illiző kávézóját. Tehát ez a kávé, ez az illi kávé, ez bevonult az egész világ. Minden, szinte mindenütt. Na, ennyit a kávére. És akkor jönnek a sütevények, kanali, hát nagyon finom, mondom se kell, egy ilyen tésztaszerű, palacsintaszerű tészta, és ez a töltés nagyjából a mi krémesünkre hasonlít. De nem egészen azonos, mert más alapanyagok vannak benne, nem annyira émeítősen édes, hanem inkább olyan kellemesen fűszeres, valami zöld növény is terettek bele. Nagyon finom. Egyébként a krémesekkel nagyon vigyázni kell, mert én szeretem a krémest egyébként, de én már amikor látom a krémest, én már meg tudom állapítani, hogy az nem jó. Azokat nem is kérem, mert az olyan csirizes. Az még nem jó. Na most Szegeden én szerintem két helyen lehet nagyon finom krémes tenni. Az egyik a Kígyó utcában a krémeses bolt. De nagyon édes. Igen, nagyon édes, de nagyon finom, mert elolvad a szám. Külföldi vendéges mindig oda behozom a szakot. Ez nincs érdekes, nincs olyan fantasztikus. A másik a Novában a francia krémese szintén nagyon jó. Tehát amikor a Novában megyek, általában hetente egyszer azért kimegyek, mert vásárolni is kell, akkor mindig viszok illi kávét, és viszek haza ebédre egy francia krémes. Nagyon finom. Na most, hát ez meg az olasz. Mehetünk tovább. Ez egy templombelső, de ez most már Arbuzában van. Nézzük, mindjárt jön a Szent György, következő itt a Szent György. Lovas, a sárkányölő. A sárkány. Jó, de hát ez általános, itt is van sárkányölő szennyőr szabad, Szegeden. Mert nagyon sok helyen van. Jó, következő. És a boltozata, és itt megint ugye észrevettük a sárkányölő szennyőr tombornyő, homokkrém. Jó, következő. Na most, ez, nézzük már meg ezt, ez egy szálloda, és képzeljük el, itt volt az egyik szálloda. Na most erről csináltam este is képet, jön az estikét. Na most valahol mi itt laktunk, hát hihetetlen gyönyörű volt, fölmentünk aztán reggel ide, föl lehetett menni, és akkor ránéztünk a tengerre, a másik oldalon meg a hegy. Na most itt kell mondanom még azt, ez is ilyen kis finom ismeret, amit most mondok, hogy ezeket a szállodákat természetesen reggelivel lehetett kivenni. Tehát a reggeli benne volt az árba, de ez nem baj, mert nincs gond a reggelünkre. Viszont alternatív módon fölkínálták a félpanziót, vagy annélkül. Tehát úgy is ki lehetett venni ezt a programot, és így befizetni, hogy nem kérünk félpanziót. Mi emellett döntöttünk, ugyanaz előbb dicsértem ezt a Fehérvár Tours utazási irodát, mert nagyon jó profi, és a programja is nagyon jó, de van egy hibája, az, hogy nem tudták elérni
hogy a félpanzióban vacsora jó minőségű legyen. Azt összecsapják. Na most, mi már ezt tudtuk, mert mi már három alkalommal voltunk az ő szervezésükbe, és először mi is bevezettük a félpanzió, de nagyon gyatra volt a vacsora. Összecsapták, meg ilyen egyen kaja volt, nem a specialitás. Tehát nagyon rossz élmények, emlékeink voltak ezzel vonatkozásban, és ezért itt nem is fizettünk rá a félpanzióra, csak a reggeli. De a busznak a 80%-a az félpanziózott, aztán másnap megkérdeztem őket, na, hogy ízett a vacsora? És tudják, mit mondtak? Azt mondja, 20 forintot nem ért. Most ezért mindenki lefizetni. És ezt jeleztük az irodának, és egyszerűen nem tudnak, mit csinálni. Hiába szólnak, valahogy nem tudják elérni, nem erélyesek, vagy nem tudom mi. Az biztos, hogy nem jó a vacsora. Na, menjünk tovább. A világköltemé. Következő. Hát ezek a pirosak, ezek. A következő. Na most ez egy villa. És itt van neki a kis kocsia. Mindenkinek kocsia van, mert itt azért menni kell fölfelé. A hegy oldalban, és itt buszjáratuk nincs. Tehát itt meghal az ember, ha nincs kocsia. De hát képzeljük el, milyen kilátás van. És erre van az Etna. Erre van az Etna, emelre meg a tenger. És akkor dönthet, hogy most melyiket nézni. Következő. Na, itt vannak a művelések. Hát ez, most ezt nem tudom, hogy milyen, talán narancsfa lehet. Narancs miért? Narancs nagyon finom. Jó, következő. És akkor itt van a napelemes, az üvegház, mert itt aztán sütálmanak. Na most itt kell beszélnem arról, hogy mikor érdemes Szicíliába menni. Ha az ember eldöntő, hogy elmegy Szicíliába. Na most a nyári hónapokat abszolút rökjük ki, mert olyan május, június, július, augusztus, még szeptember is, a 40 fok. De az azt jelenti, hogy van, amikor 45. Na most ez nem magyar embernek van. Tehát egyszerűen lehetetlen nekünk oda elmenni. Mit ajánlok? Vagy az őszi, október-november, ne féljünk ettől, vagy mi például februárban voltunk, a február elején. Itt volt egy kis hó, éppen akkor volt az a Szeged az a hó. Másrészt meg képzeljük el, 26 fok volt. Február elején, és állandóan sütött a nap. Egyszer volt egy kis szemerkélő eső, de az is csak egy óra. Tehát nem kell félni, nyugodtan mehetünk télen. Sőt, az az ideális. És van még egy előnye, az, hogy akkor nincs olyan nagy tömeg. Mert a nyári hónapokban ezek az északiak, ezek a svédek, dánok, finnök, mind millió számra mennek oda. Hányan 3 millió turista fordul meg egy nyár. Na most ilyen állapotban nem is lehet nyugodtan szépen. Nem lehet nyugodtan szépen. Olyan nagy tömeg van. Na most itt. Őszi hónapok vagy a kívül hónapok kérdezik. Ez a bizony. És ez a bizonyban pont akkor az egyik időt mutatom. Na most ez a Szicília, ebből él. Hogy miután állandósít a nap, és nagyon jó meleg van, jön az üvegháztartás, a üvegházat, a felemet, ebből jön az energiát. A másik, amiről él,
strandra, így Szegeden. Látok ám ilyen sőhasokat, meg egyedeket. Tehát a magyar az nagyon el van hízva, de az olasz az fantasztikus. Gyönyörű, filigrán. Mert ezt teszik. Dúgítása. Következő. A Giro d'Italia, ez a nemzetközi kerékpárverseny, éppen ebben a kis városkában volt az egyik útja, és kitették ezt a biciklit, a díszelem, és minden nyáron van ez a nemzetközi kerékpárverseny, és Szicílián is keresztül vezet az út. Aztán mennek majd tovább. Jó, következő. Hát itt megint ezek a kaktuszok, mert ebből lesz még két következő. És akkor jön a következő állomás, most jön a rómakori villa, Villa Romana del Casale. Hát kérem szépen, ez egy római nemes, időszámítás szerint első században megvette ezt a területet, távol ugye mindentől, szép bújjázó zöld övezetben, és művészetpártoló volt, és Afrikából hivatott művészeket, mozaik padló művészeket, és 11 ezer négyzetméter területet be mozaik padlóztatott velük, és ez jelenleg a világon az egyik legnagyobb és legéppen megmaradt padló múzeum. És ebből mutatom most képet. Hát ide viszik, ez nekem nagyon tetszett, viszik a diákokat ide is, mármint a hazai diákokat, különböző egyenöltözékbe. Mondtam nekik, hogy na, esik mosolyogni. Szót fogadtam. Következő. És itt már ez a bejárata, tehát itt már látni lehet, hogy ezeket az oszlop sorokat, aztán bemegyünk. Itt megnagyítottam egy ilyen oszlop felsőt. Jó, és ez már az egyik pazar. Hát itt különböző harci jelenetek, meg bibliai jelenetek, de mondom, 40 szoba. 40 szobából áll az ő rezidenciája, és mind a 40 szoba be van mozaik padlózattal borítva. Tehát hihetetlen, mondom, csak Rómában, meg még Itália egy-két helyen, például Ravennában van még ehhez hasonló nagyságban és szépségben, és épségben megmaradt padlózat. Ezt ne felejtsük el, ez itt van Szicília közepén, bent a hegyeket. Jó? Na nézzünk még egy pár képet. Itt a különböző jelenetek. Igen, tovább. Na itt nézem az egyik csarnok. Tehát itt el van kerítve, látják, itt van a padló mozaik. Ide el lehet rávétni. Tehát itt oldalt lehet menni. Na most ez a 40 közül egy.